Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak. Ficsor Zoltán, ez Fifika. És Pifko Krisztián, alias Mujó. El van bújtam. El van bújtam, és hirtelen meg is ijedtem, hogy na, megint leszakadtál. De hála Isten. Csak most fedeztem fel, hogy hány rublikába írtad a nevemet a show notes-ba, és így hirtelen megállt bennem az ütő. Emlékszem, mit mondtam? Büntetés a zajért. Hát jó. Szerintem kezdjük rögtön azzal, ami annyira sűrű volt a múlt heti adásnak a vége, hogy azt átrohantuk, és sajnos kimaradt, viszont talán az egyik legérdekesebb vonatkozása volt szerintem a kérdőívnek, az pedig az F-vis része ennek a kis mintavételnek. Kettő kérdést érintettünk ebben, hogy kitöltötte-e már a válaszadó az FI petíciót. Ami nem egy petíció. Tessék? Ami nem egy petíció. Ez is egy beugratós rész volt. Tehát kitöltötte-e már az FI nem petíciót, ami azért lehet, hogy hülyén tettük fel a kérdést, mert ugye volt igen, nem, de szándékozom, nem és nem is szándékozom, meg volt egy sima nem. Hát a két nem az teljesen lefette a harmadik nemet, ezek szerint, mert arra egy darab sem jött, viszont 84%-kal egész erőteljes volt az, hogy igen, kitöltötte a petíciót, viszont volt nem kevés, 13%, aki azt mondta, hogy még nem, de majd fogja, és 4% azt mondta, hogy nem is akarja kitölteni, 16 ember volt szám szerint, akik ezt mondták, és a még elszomorítóbb, hogy a másik kérdés, amiben arra kérdeztünk rá, hogy hány ember volt az, akivel aláíratta a kérdőívet, ott ugye próbáltuk külön szedni, hogy nem iratta alá senkivel, maximum két emberrel, 3, 5, 10, több mint 10-zel. Szép számmal voltak azért több mint 10 emberrel aláíró emberkék is, viszont a legnagyobb százalék az itt is sajnos a nem. Tehát 36% a kérdőív kitöltőinek csak saját maga írta alá. És még a feleségét, barátnőjét, édesanyját, édesapját, esetleg a fiát, lányát sem kérte meg arra, hogy töltse ki, pedig az aztán tényleg nem kerül semmibe. És a másik nagy szám az a maximum két emberrel, tehát azok, akik mondjuk a szűk családi környezetükkel, és ez így azért egy igen tetemes 36 és 34, 70%-ot adott ki, akik vagy nagyon kevés emberrel, vagy senkivel nem iratták alá. Hát ezért állunk ilyen sohánkán, ahogy állunk. Igazából minden követ meg muszáj lenne megmozgatni. A megmozgatással kapcsolatban egyébként én mondtam az előző adásban is, hogy én mindig nézem az F-vis közzétett aláírásokat. Tudod, azt mindig összesítik a Facebookos F-vis oldalon, igen, hogy melyik országból hányan írtak alá, és ugye mióta van a Dudának ez a kedvezményes története, hogy 12 aláírásért akár 24% kedvezményt is lehet a shopjában kapni. Azóta én folyamatosan nézem, de ez eddig semmit nem láttam, és szerintem most volt az, hogy a Duda földolgozta az első lapot, mert Magyarország mellett végre, úgy mondom, akkor végre Magyarországot láttam az első 10-ben 18 szavazattal, úgyhogy megmozdultak a mutatók. Igen. Egy picit, igen. De tegyük hozzá azért, hogy nem csak a Duda és a szerintem annyit megérdemelnek ezek a shopok, hogy megemlítsük őket név szerint, tehát nem csak a favorit shop tett ezért, hanem ki volt még, aki csatlakozott ehhez a... Az, így van, tehát az Evapor és a Mystic Juice, ugye 12 aláírásért 30 milli liquid a jutalom. Hát, ha valaki nem mondjuk épp a favorit shopba akarja ezt a 12 aláírását leadni. Illetve úgy tudom, hogy indult egy mozgalom, hogy aki a 12 aláírást összeszedte, annak legyen valami másfajta színezetű aláírása
az ECF-en, az ECG fórumon. Aztán, hát Illetve a még... legfrissebb, azt nem tudom, olvasta, de Maniac Vapersnek is csak olyat fogad el mostantól a Inkvi, aki csatolja a 12 aláírást. Ez Nagyon, nagyon, nagyon helyes egészen egyébként. friss egyébként. Tehát azt én is nyakamba veszem még a jövő héten a falut, és akkor Hú, azt 12 hittem alapért. Inkvit. Ne, ne, Inkvit azt majd hétvégén, mert ugye lesz a Kiskunhalason a Gőzdöd a kertjében szombaton a Aga. Vaper, az Aga. Nem, de várj, ez most lesz, nem, jövő hét. Jövő hét. Jövő hét szombaton fogom a nyakamba venni az Inkvit, és személyesen fogom neki átadni a 12 aláírást, természetesen ő fogja feldolgozni. Viszont rózsaszín lesz a nevem a fórumon. Tehát, Rózsaszín, ez lett az nem aláírás színe? tudom, most Ja, megijedtem. teljesen mindegy, hát lehet málna piros is. Hát, na, ez már egy szín, látod. De várjál, mert majd erről akkor beszélünk, amikor a poncsóról fogunk beszélni, jó? Jó, de most még egy kicsit. De még egy kicsit később. Hasonljuk a témát. Egyébként, hogy itt Skype-on beszélünk, és a Krisztián zúgását már megszoktuk, és elfogadjuk, és szeretjük így, ahogy van. Azért azt mondanám nektek, mert nemrég olvastam a HVG-ben, mást is érinthet a dolog, hogy roppant szimpatikus módon rákényszerítenek minket a frissítésre, és én pont ezért szívom a fogam, mert ugye nekem ezt rögzíti a szoftver, és azt is frissíthetem majd jó pénzért. Minden esetre, ha nem frissítjük az alkalmazást, be se fogunk tudni lépni a Skype-ba majd, úgyhogy megszüntetik a támogatást, és frissíteni kell. Tehát, hogyha valaki nem fog tudni belépni, akkor szerintem ne ijedjünk meg, hanem csak menjünk fel az update oldalra. Frissítsünk. Friss, friss lehelet, friss szoftver. Ennyi. Fő a biztonság. Fő a biztonság, igen. Nálam egyébként a remek atombiztos, hihetetlen jó, és fú, és tehát eszméletlen különböző Linux szerverek, az minden frissítés után hányják össze magukat, tehát ezt imádom. Jó. Már... Bocsánat, milyen frissítések után hányják? Köhögjél nyugodtan, Charlie, majd kivágod. Igen, ezt úgy szoktam, de most direkt megmondtam, hogy ez az adás a köhögés és a kinemvágás jegyében fog tenni, és az összes püszkölésed benne hagyom. Úgy, jó van, te is, hadd szóljon. Ennyivel kevesebb munkám lesz, csak a végén lecsapom a végéről azt az 1 másodpercet, aztán hadd szóljon. Menjen úgy, ahogy megszületett. Szóval két megközelítés van, Fifika. Egyrészt, ami megy, azt nem szabad frissíteni, mert vége lesz, mint a botnak. Úgy bizony. Az, hogy nagyon gyakran kell frissíteni, hogy ne legyenek akkora verzióugrások, amitől összetolják magukat a történetek. Kapsz egy libc upgrade-et, és akkor kész. Én ezt mindig a MySQL meg a PHP verziókkal vagyok így, mikor az ügyfél kér egy ilyet, és nem akarja elhinni, hogy neki ez így jó lesz. Hidd el. Mert van egy darab feature, amit szeretne. Én lefrissítem neki, nem rakom be semmilyen jailbe, csak úgy, na akkor csináld, és utána megpanaszkodik, hogy de ez nem megy, meg az nem megy, meg amaz nem megy azóta. Hát, te kérted. Butuskák. Ennyi. Na de, az e-cigarettázás igazi eredete. Itt történt egy remek cikk ebben a témában, ami összeszedi még a 70-es, 80-as évekből a mindenféle próbálkozásokat, amik arra irányultak az USA-ban, hogy elektromos cigarettát készítsenek a népek. És az 1970-es évekből van egy dokumentum, ami már az elcigi felé tendáló eszközről szól. Ez mondjuk még nem nagyon hasonlított működésében a mai elcigarettákra, mert ez egy meleg levegővel működő eszköz volt. Viszont 1980-ban már készült egy olyan eszköz, ami nagyjából a mai elektromos cigarettának megfelelő, és az azt készítő ember már bizony vapingnek nevezte a tevékenységet, az elektromos cigaretta használatát, és vapereknek az elcigi
használóit, úgyhogy az 1980-as évekig nyúlik vissza a VPR kifejezés. Ez nem egy modern, most ránk kerültetett történet, hanem igenis egy több évtizedes komoly múltra visszatekintő kifejezés. Én majd várom azt a cikket, amikor kiderül, hogy az ős magyarok is már használtak hasonló eszközt, sőt valamelyik piramisban egy hieroglifán már megörökítették az első vépelő fáraót. Minden lehetséges. Vagy tulajdonképp az egész a föld szívcsakrájától indult ki, ami véletlenül pont Magyarországon található. Igazából, ne. Hogy megnézitek a természetet, mindent gőzereszt magából. És annak idején a fáról is azért jöttünk le, nem? Mert leesett a tekerés. Leesett az ellenállás. Azt tudod, hogy mi dönti el, hogy valaki férfi-e vagy csak fiú? Tehát aki elég bátor volt, hogy leugorjon a fáról, annak szőrös a mellkasa. Akinek nincs a mellkasán szőr, annak azért nincs, mert hogy átkarolta a fát, és úgy csúszott le, és közben lekopott a melléről a szőr. Úgyhogy nekem van egy pici, én reménykedem abban, hogy én voltam olyan bátor, illetve az őseim. Egyébként, ahogy néztem, érdekes, hogy ez az 1980-as cikk, ami az egyik helyi újságban jelent meg, ott még úgy hivatkoztak erre az egészre, hogy fake cigarett. Tehát, hogy egy ilyen kamu cigarettát fejleszt valaki. Érdekes, hogy még nem volt neve, nem azt mondták, hogy e-cigaretta, vagy elektromos cigaretta, hanem csak úgy valami másolat, vagy de olyan, tudod, miért hívták azt féknek? Mert addig húzták, hogy 20 év múlva lett a piacon bevezethető termék belőle. Az nagyon tetszett egyébként az Oszinak a falán, illetve Brekacsónak a szakdolgozatában is vannak régi kópiák ezekről. Igen, a az termékekről. Az elektromosság hajnalán. Igen, de nagyon jó pofa ezeket tanulmányozgatni, és ahogy ugye beletadva a szabadalmi hivatalba, ott szépen különszedve, alkatrészenként kézzel rajzolva, 1965-70-es rajzok. Jó pofa így visszagondolni, és belegondolni az akkori működésébe, illetve hogy hol voltak akkor a határaik ezeknek szóval a készségeknek. Ebből azért tömegterméket a kínaiak csináltak. És most ugye köpködjük a kínaiakat, hogy másolják az európai elektromos cigarettákat, illetve hát kazánokat, vagy készülékeket, de ők találtak ki. Igazából csak visszapásolják. Igazából ami megilleti őket. Ez a reverse copy-nak hívnám a tevékenységet, de érdekes, igen. Igen. Na, hát ha már idáig jutottunk, akkor beszéljünk egy kicsit az eldobhatósról, már csak, hogy így maradjunk láncban a történettel. El fogunk veszteni a fonalat, de beszéljünk. Én kiszürkítem akkor azt, ami idáig megvolt, és akkor reméljük, hogy megmarad a fonal. Eltűnt a következő témám. Az azért tűnt el a következő témád, én kérek elnézést, hogy kitöröltem, de megnyitottam a linket, és ott egy június 16-18-ai dátum szerepelt. Igen. Benne, ami most meg június 26 van. Tehát így már vége van annak, amit szeret. Ez sajnos kettővel ezelőtt szerettük volna benyögni, csak hát annyi témánk volt, hogy mindig csak tolódott. Volt. De hogy ahhoz képest nem volt nagy visszhangja, igen. Ellentétben a GFN-nel, ami ugye holnap kezdődik Varsóba. A drága GFN-nel. Ezt tegyük mindig hozzá. Ez se volt olcsó a francia, azt is tegyük hozzá. Az viszont biztos, hogy igen, ezek azért vannak szerintem, mert rohadtul dübörög a piac, és a minap lehetett egy viszonylag rövid cikket találni az egyik hazai hírportálon, ahol szintén megemlítették, hogy szárnyal a piac, és csak az utolsó pár bekezdésben, de ott is megemlítették, mondjuk az egész három bekezdés, tehát nem sok. Igen. De az utolsó bekezdésben írják, hogy a 2013
december és január időszakot vetették össze a 2012 május-augusztussal. 2012-ben 288 márka volt, ez most likvid Amerika. Tehát 288 különböző likvid. És ebből 37 lemorzsolódott a második szakaszra, viszont 215 újabb márka jelent meg. Tehát azért 215-ből 37-et levonunk, még az is bazisok, és még hozzáadunk 288-at, 460 körüli különböző e-cigaretta márka, és ezt fölfogni is nehéz, 7800 féle íz az jó, de hát amerikai piacon. ebből 1200 Y4 volt. Persze, persze, de na, értitek a lényeget. Hogyne, tehát, hogyne. Ezt úgy mondanák kevésbé művelt kollégák, jövünk fölfele, mint a kibaszott talajvíz. Az az érdekes, ugye, hogy ha ezt mondjuk Magyarországra végezték volna el ezt a fölmérést, akkor egészen másként alakultak volna ezek a számok. Szerintem az a baj, hogy ugye mi mindig ezzel a nyugat felől késve megkapott dolgok, még bennünk van ez a szöges drótos vasfüggönyös időszak, és mindig minden egy kicsit később jut el hozzánk, és mire elkezdenénk élvezni, addigra már kint mondjuk szabályozzák így vagy úgy vagy amúgy, és az persze pillanatok alatt beér ide hozzánk. Hát sokkal, sokkal gyorsabban begyűrűzik, sőt, ugye az úgy szokott lenni, mint a jó pártitkár, hogyha a főnök mondta, akkor én még rádobok két lapáttal. Igen. Nálunk aztán. Egyetlen egy pozitív dolgot tudok egyébként a szabályozásokkal kapcsolatban, ez most nem tudom, hogy jutott az eszembe mondani, hogy nálunk tiltották be leghamarabb a DDT-t. Uh-huh. Még valaki emlékszik arra. Igen, a növényvédőszer. Borzasztó növényvédőszerre. Az a krumplibogárra volt, nem? És hát a DDT sok mindenre jó volt, de ugye ez egy nem lebomló rovarölőszer, amit egyébként a krumplibogarat meg az amerikaiak pontosan tudjuk, hogy melyik hajón, napra pontosan melyik rakománnyal érkezett az 51 néhányos években Magyarország területére, és a Csepel-sziget volt az első, ahol krumplibogár invázió történt. Tehát ennek teljesen dokumentált minden mozzanata ennek a krumplibogár dolognak. Egyetlen egy nagy baj van vele, hogy ennek van egy természetes ellensége Amerikában, ez az amerikai fegyveres poloska. Sajnos ez nem éri nálunk túl a telet. Fegyveres poloska? Amerikai fegyveres poloska. Ez ja, hogy ez az állat neve? Ez az állat neve, és ez a krumplibogár, ez a krumplibogár féken tartója az USA-ban. Nálunk a Balaton környékét szórták meg egy nyáron repülőgépről ilyen rovarokkal. Gondolom, aki először látott ilyet, akkor az egy picit elcsodálkozott, hogy ez mi. Ez olyan, mint az első angolnál, amikor kifogtam. Hát ez meg mi a faszom? Na mindegy. És nem bírja ki azt a kicsit zordabb telet, ami nálunk van, úgyhogy a krumplibogár viszont simán, tehát az semmi probléma nincs. Úgyhogy sajnos a mai napig ez óriási gondot jelent, arról nem is beszélve, hogy már szereti a paradicsomot is, nem csak a krumplit. Hát vannak vele problémák. Na mindegy, szóval így a tiltással ez jutott, ez egyetlen egy jó döntésünk volt annak idején a DDT. De sajnos tényleg nagyon gyorsan tudunk tiltani bármit. Hát jó. Mert mondjuk ez most legalább nem Amerikából gyűrűzött be, hanem kivételesen tőlünk indult a hóbort. Ezt akartam, hogy kivételesen mi voltunk az első hülyék. Na, viszont, hogy egy kicsit megközelítsük ezt a financiális vonzata felől is. A portfólión jelent meg egy cikk, kellemetlen mellékhatás, ezt teszi tönkre, illetve nem ezt teszi, hanem ezt teszi tönkre az elektromos cigaretta. És itt pénzügyi tekintetben lett a dolog megközelítve, és amiben bele sem gondol az ember,
De itt a grafikonokon 7-es bontásokban gyönyörű szépen lehet látni, hogy nem a, itt most nem a forgalmazás vagy az eladás, azt is megemlítik, ugye, hogy éves szinten mondjuk az Egyesült Államokban 2000 óta, tehát 14 éve körülbelül éves szinten több mint 3%-kal csökken a cigarettafogyasztás, viszont ugye úgy struktúrálták a kötvényeket, amelyek ezekhez a cégekhez köthetőek, hogy nem bír elviselni ennyit. 2-3%-os fogyasztás csökkenést el tud viselni, többet nem. És itt megemlíti a cikk is, hogy a hagyományos cigarettáról fokozatosan álltak át az emberek az elektromos cigarettára, más termékekre, amik a cigarettát helyettesítenék, és most már még nagyobb mértékben esik a dohányfogyasztás ott is, itt is. Hát ezt nálunk most a trafik törvény miatt ezt igen nehéz összehasonlítani, mert ez Nem most nehéz. ez... Pont a múlt héten említettem meg, bocsánat, az egyáltalán nem nehéz, hogy ami itthon mértek ilyen 10% körüli visszaesést, és nem lehetett tudni, hogy ez most a fekete piac vagy mi miatt történik, hogy ez a 10% ez szinte egységes, jóformán Nyugat-Európában mindenhol. Nem azt mondom, csak azt nem Igen, tudjuk, csak hogy ebből azért, mert hogy nem a... fogod tudni, hogy mi a fekete piac, mi Igen. az e-cigaretta Tehát nem azért, része. tehát nem látod azt az eltűnt 10%-ot hirtelen, a fekete piacot ugye az csak a felderítésekből tudod megkövetkeztetni talán, az elektromos cigarettát talán egy kicsit könnyebben meg tudnád állapítani, de pont ezért, mert elvonultak trafikba, nagyon nehéz megállapítani nálunk, hogy Persze, mi miatt csökkent. csak azt mondtam, hogy ha Nyugat-Európában is megközelítőleg 10%-kal esnek a hagyományos cigaretta eladások, és ott nem volt Lázárféle trafikolás, akkor össze lehet kötni a pontokat, és valószínű, hogy azért némileg beleszól az elektromos cigaretta ebbe a történetbe. Már olyan szinten szól bele, hogy ezeket a trendeket nézik a dohányipar résztvevői, szereplői is, és elkezdtek azért lobbizni, hogy ne csak a dohányterméket számítsák bele az eladásokba, hanem számítsák bele a elektromos cigaretta piacán látott fellendülés miatt, tehát vonják be azt is a dohányipari Ajaj, kötvények ajaj, közé. ajaj, ajaj. Nagyon nem jó. Hát, Az pedig... a problémám ezzel a fajta struktúrával, hogy mindenki elkezdi majd az elektromos cigaretta fogyasztást átszámolni valamilyen a cigarettával konstans értékre. Az meg ugye az, hogy hány szálnak is megfelelő ez a dolog, és egyáltalán nem lehet ezt kiszámolni. Ezt miért Tehát, mondod? Múlt mert adásban nem beraktuk, lehet. a múltkori adásban Nem beraktuk a lehet. linket, amivel kiszámolja nektek a program a telefonon a cigaretta, hogy mennyi szálat szívnátok, hogyha az analóg lenne. Ez Bá! marhaság, Charles, te is tudod, hogy Na nem persze, csak egy mindegy, kis színes volt ugye az előző adásban is. nem mindegy, hogy mekkora nikotinnal, Persze, 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 csak most milyen eszközzel, vissza akartam kicsit csatolni stb. az Stb. előző adáshoz. Tehát borzasztóan nem Egyéb, lehet megszám vagy de kiszámolni. ez nekem annyira fura, hogy itt van ez a bizonyítottan káros és rákkeltő és egyébként is minden szempontból szar dolog, az analóg cigaretta, és itt azt mondják, hogyha kötvényeseknek nem tudunk annyit kifizetni, akkor mondjuk ott van New Jersey, bejelentették, hogy ők felhasználnak 12,5 milliárd dollárt a tartalékaikból, hogy megsegítsék a kötvényeseket. Érted? Szegény A kötvényesek. kötvényeseket bassza meg, akik a piacról élnek, abból élnek, hogy a másik megdöglik, mert Na itt. de ez akkor, hát hol a rablókapitalizmus elvtársak? Érted? Hát hagyjuk már megdögleni, hogyha rossz lóra tett. Hát ez a lényeg a rablókapitalizmusnak, nem? Nem, majd Mi? megsegítjük őket. Ugyan már, ugyan már. Ez,
tényleg ez, nem is tudom, ez a szociális rabló kapitalizmus, tehát tudod, amikor nem hagyjuk a rablót éhen halni, nem. Nekem az jutott eszembe viszont ennek a kapcsán, hogyha ekkora nagy zríbe vannak a dohánygyárak ilyen 3, 5, 6, 8, 10%-os csökkenéstől, hát ugye a dohánytermékeknek a piaci ára, amiért a polgár bemegy a boltba és megveszi, annak elenyésző töredéke az, ami bevételt képez a dohánygyáraknál. Tehát, hogyha ők ekkora zríbe vannak, akkor mekkora zríbe lehetnek az államok. A kormányzati a költségvetés, így van. Pontos, így van. Nem csoda, hogy a kedves európai miniszterek tanácsa abszolút kivont karddal üvöltözött Brüsszelbe, hogy már pedig ők ezt nem fogják hagyni, és ihaj csuhajt vala. Úgyhogy hát nem csoda, hát könyörgöm, itt súlyosan csökken évről évre az a pénz, amit aztán a honatyák lenyúlhatnak. Hát ezt ennek megállt kell parancsolni sürgősen. Nem lesz elég nagy medence a villa mellett, basszus. Én azt javaslom egyébként, hogy mindenki vegyen cigarettát. Tehát legyen olyan cigaretta, amit a nem dohányzók is meg tudnak vásárolni, kerüljön egy picit olcsóbb legyen, mint a dohányos cigaretta, és akkor tudod, mész az utcán, és friss levegőt szívsz egy filteren keresztül. És befizeted a nem is tudom én, 80%-ot a költségvetés. És akkor tulajdonképp nem is a dohány után fizetni jövedéki adót, és hanem... És ha nem szívtál 20 szálat a semmiből egy nap, akkor már nem is vagy ember. Sőt, én ezt továbbfejlesztem, mert akkor adót se kéne fizetni, hanem minden nap igazolom, hogy megvettem 3 doboz üres cigarettát, és ezzel én hozzájárultam a költségvetés. Ennyivel támogattam. Ez kellően bizarr. Hát de nem, hát ez a hogy üljünk a lóra, hogy fönn is legyünk, de jól is fessünk rajta. Hát ilyen nincsen. Ilyen nincsen. És én azt gondolom egyébként, hogy az e-cigaretta ellen indított totális hadjárat, mondjuk az ennek úgy, köszönhető. Keresztes hadjárat. Ez így van. Ez, de most azt nem tudom, ha egyébként meg úgy szoknék le erről a dohányzásról, hogy semmit nem veszek helyette magamhoz, akkor az mennyivel lenne jobb? Az mert a legrosszabb ex-dohány. Az a legrosszabb verzió. Államellenes. Egyszer az egyik haverommal így elkezdtünk trollkodni, hogy gondoljunk bele, így lehetne osztályozni az embereket. Tehát az, aki a városba él, és mindenért fizet, az az első osztályú állampolgár. Például az, aki a salátát 10 zacskóval veszi? Ez így van, ez így van, és azt gondolja a tehénről, hogy lila. Tehát ez az első osztályú állampolgár. Ő mindenért fizet, még a levegőért is. Utána jön egy kicsit kijebb lakó, akinek már mondjuk van egy terasza, és már muskátlit is tud ültetni, és esetleg ilyen virágcserepekbe fölaggatva lóg a szeper. Na, ez már másodosztály. És akkor így elmentünk ebbe a fokozatba, hát az, aki tanyán lakik, tyúkot, disznót tart, és mondjuk egy héten egyszer jár bódba, na az a legalja. Az a legalja. Egyébként nem szorosan a témához kötődik, de nem tudom, emlékeztek-e. Volt ez a minden gyerek lakjon jól kezdeményezés, mikor nem 50 kiló húst, meg 3 babkonzervet kaptak, hanem takarmányt, meg évelő növényeket, meg csirkét, tyúkot, háztáji állatokat. Emlékeztek erre? Nem, nekem egész más ugrott, de most e kapcsán, amikor volt ez a el ne felejtsünk poncsóról beszélni. Jó, jó, mindjárt, mindjárt. Tényleg. Tehát ez arról szólt, hogy ránevelték az embereket arra, hogy tudatosan és felelősség teljesen kis háztáj ott azokban a régiókban, ahol nem volt munka, nem tudtak semmit csinálni, legalább maguknak tudjanak termelni a kis földjük, kaptak az önkormányzattól földet, azon tudtak burgonyától kezdve répa, fehér répa, minden szart megtermelni, illetve takarmányt kaptak, mellé kaptak, mondjuk lehetett ilyen csomagokat választani, hogy 2 disznó, 3 kacsa, 5 nyúl,
És tudjátok, egy idő után ez ilyen önellátó volt, hogy ellett a malac, vagy nem tudom, a csirke kiköltötte a tojását, abból megint kis csirkék lettek, és akkor is szépen azt egymás között nem kereskedtek, de arra nagyon jó volt, hogy megvolt a, nem az volt, hogy havonta egyszer látott a gyerek a tévében húst, hanem az asztalra is került. Na, nem is ez a lényeg. Megdöbbentem a számokon, ugyanis ott volt egy ilyen nagyon hebrencs, nagyon agyonszolizottnak tűnő olyan nő, aki a hangját, minthogyha 25 év viszkizéssel meg cigarettázással elvesztette volna, és nagyon-nagyon kiállt az egész téma mellett, majdnem hihető volt, és minap láttam a tévében, hogy például ő, mint valami szak, micsoda referens a nem tudom is, milyen államtitkárságon, céges autóban egy A6-os, és mellé még havi javadalmazásképpen 960 ezer forint fizetés. Hát Ó. ilyen embereket kell eltartani, minden ember lakjon jól. Na. De Charlie, azért nem jó, amit mondasz, mert válasszuk el azt, hogy ő egyébként csinál egy jó ügyet, és válasszuk el azt, hogy ő egyébként egy marha jó állásban van. Tehát a De ő, neki kettő. ez volt az állása. Jó, de ezt jól kitalált egyébként, és ez jól is működött, amikor nem jut eszembe Hát nekem a ez így kevéssé neve. autentikus már ez a történet, hogy na most sarkítok, de De várjál, kiszállok a... de ettől ő még nem halat vitt, hanem hálót adott a halászoknak. Hát az persze, csak hogyha mondjuk az a 960, az nem 960, csak mondjuk 300 vagy 400, akkor azt a maradék 500-at is simán ilyen dologra lehetett volna fordítani. Na Hát mindegy, ez... az bruttó 960. Igen, nem is tudom, hogy lehet annyiból elkaristolni. Egyrészt, Borzasztó. másrészt Ez meg ugye költségtérítés. ilyen gondolkodás mentén az én kedvencem ebben a témában az adakozás meg a különböző projektfinanszírozások témájában az én kedvencem a Microsoft volt igazgatója, aki szintén egy kanyi fillért nem fog hagyni a gyerekeire. Minden egyes dollárt, amit ő egyébként megkeresett, és ugye volt a világ 10 leggazdagabbja között, sőt, szerintem még lehet, hogy mindig ott van. Melyikre gondolsz, a Nevez Bill Steve-re vagy a Gates. Balmerre? Már bocsánat, a Balmeri Szerintem a Steve. Bill Gates Igen, szerint. Azért mondom, a Steve Balmer, igen, vagy a Bill Gates-re. Na. Tehát én a Bill Gates-re gondolok konkrétan, akit ugye tortával dobáltak, mert nem tudom én, de 50 olyan projektje fut a világon az ő pénzéből egyébként, ami teljesen jó és hasznos és előremutató és az embereket segítő projekt. Azt tegyük A hozzá, Bill hogy és Melinda Gates alapítványa elképesztő mennyiségű dolgot támogatja. igen, mai napig is. Egyébként tegyük hozzá, hogy nemrég nyilatkozott Sting, hogy ő se hogy egy forintot se a A gyerekeire. gyerekeire, és nekem egyébként ez egy őrült szimpatikus dolog, mert igenis tanuljon meg az a gyerek, ott volt előtte a példa, az utolsó szegig belelátott a családban, hogy kell pénzt csinálni, tanuljon meg a saját lábán megállni. És ha nincs hangja szegénynek. Hát akkor úgy járt. Igen, akkor ilyen ez a pop szakma. Ilyen ez a pop szakma. Egyébként pont a Sting-el kapcsolatban ez egy nagyon rossz felvetés volt, mert neki sincs hangja többek között, viszont 72 hangszeren autentikusan játszik. Tehát ennyi. Én kedvelem, akárki akármit mond. Jó, de hát nem az a fajta ember, akit azért a hangjáért szeretünk, hanem a tehetségé. Ja. Kicsit elmentünk ebbe a föl a barikádokra, Nem és baj, le a az a Suáziával felé. színe. Színes. Majd ha beszélünk a poncsorról, akkor még mondok hozzá egy-két dolgot. Jó, már várom. Egyébként itt van például, hogy visszakanyarodjunk, mindig ezt mondjuk, és végre egyszer le is van írva, hogy az e-cigarettázás az nem kapu drog, vagy nem a kapuja annak, hogy valaki cigarettázzon. Ez egy tanulmány egyébként, és rögtön ott van a közepén mélyen tisztelt Farsalinos dokinak is a kijelentése, úgyhogy Hát itt az van ezzel, ugye, bocsánat, hogy közbeszólok,
hogy ez a Stanton Glantz, a nemrégiben lezajlott Clive Bates versus Stanton Glantzot ütötték egymást oda-vissza, mert hogy az FDA oldaláról a Stanton Glantzék megint kihoztak egy tanulmányt, ami megpróbálom összeszedni a gondolataimat, hogy ne csapongjak ilyen elképesztően. Tehát az van igazából, hogy jönnek ki az e-cigaretta ellenes tanulmányok, és valahogy a tudományos körökben jártas, épeszű gondolkodó emberek, mint például Farsalinos Doki, fú de zúgok, Farsalinos Doki és a többiek, ők kiszúrják azt, hogy tudománytalan szemét az összes ilyen tanulmány, amit fölhoznak az elektromos cigaretta ellen. Ez például most, amiről a cikkben szó van, ez megint az, ami itt Magyarországon is volt, amikor elkezdték lebegtetni, hogy hú, milyen nagy szám jött ki a tinédzser elektromos cigaretta fogyasztókra, ihaj, csuhaj. És pont ugyanúgy, ahogy az itthoniban, itt is elfelejtették megmérni azt, hogy ezek közül, akik elektromos cigarettát használnak, és nem nagykorúak, mégis hányan dohányoznak mellette. És innentől kezdve nem állja meg az egész a helyét, mert nem lehet belőle következtetést levonni, mégis a seggfejek arra használják, hogy lobogtatják, hogy nézzétek meg, kapu a dohányzáshoz. És erre jönnek az értékelhető tudományos harcok, mint Farsalinos Doki, akik meg előszedik, hogy emberek, ez tudománytalan hulladék szemét, és nézzétek meg, és akkor hoznak egy ilyen tanulmányt, mint például a jó Dokié, ami meg kimutatja, hogy igazából ezek a számok, hogyha jól mérik meg őket, teljesen elhanyagolhatóak. De nem úgy veszed észre? Én azt tapasztalom az utóbbi mondjuk egy évben, hogy legyen másfél, hogy mindig az van, hogy ha jön egy olyan, nevezzük így tanulmánynak, egy cikk, vagy bármi, amiben azt írják, hogy ez káros, ez kapudrog, ez a halál útja ezzel van kikövezve, azt körülbelül 10 másodperc alatt a média fölkapja, megpörgeti, én föl vagyok iratkozva N plusz egy olyan RSS feedre, amivel gyűjtöm az elcigis híreket, és gyakorlatilag számolatlanul találom azt az egy cikket tovább közölve ugyanúgy gyakorlatilag, és tényként igen, kezelve, és hogyha ezt valaki megcáfolja, és azt írja oda a végére, hogy most akármi csak doktor, PhD, XYZ, és fölötte van még 23, 100, 130, 126, akárhány embernek az aláírása, és azt mondják, hogy ezért, tehát és ott tényleg az, hogy a tényeket szépen sorba veszik pontokba, és azt mondják, hogy ezért nem fedi teljesen a valóságot, ez nem igaz, ez részben igaz, ez nem igaz, ez nem igaz, ez részben igaz. Az meg így valahogy, minthogyha eltűnne a def per nullba, vagy én nem ez tudom. Nem szenzáció, és az a szomorú ezzel az egész történettel, hogyha jó oldalról közelíted meg az elektromos cigarettát, és azt a néhány elhangzott állítást az elektromos cigarettával kapcsolatban, amit nem kis emberek, hanem az amerikai tüdőtársaságnak a volt elnöke, az a tüdőtársaság, aki most basztatja az elektromos cigarettát, annak az előző elnöke, megteszik ezeket a kijelentéseket, hogy az elektromos cigaretta igenis válasz lehet az időtlen idők óta létező orbitális problémára, hogy a dohány milliók halnak meg, és ez az első olyan valóban hatékony eszköz, ami kimozdíthatja a mutatót, és visszafordít, megállíthatja ezt az egész folyamatot, és 20 éven belül eltüntetheti a hagyományos dohányzást az egész világról. Tehát ez egy olyan, ha belegondolsz, egy annyira irgalmatlan horderejű lehetőség, hogy nem is értem, hogy ezt miért nem tudják megfogni szenzációként, és miért az ellenkező oldalát fogják szenzációként meg. Pedig kurva egyszerű a dolog, mert nem szembe kéne állni, hanem mellé. Tehát ennyi. Tehát 90 fokot el kell forgatni őket, és akkor ide álljatok mellé. Ne szembe velünk, hanem mellé. Az valahogy érdekes, hogy mindig az van, hogy olyan emberek, akiknek közük nincs a dologhoz, hát illetve úgy mondom, hogy valami tudományos fokozattal rendelkezik, de mondjuk nem használja, hát nem is ismeri. Nagyon jól tudod, hogy ezek bértolnokok. Na mindegy, de a lényeget akarom, hogy megértse az bér, is, aki... Bértudósok. Tehát aki nem beszélget egymással úgy, vagy nem hallgat minket naphosszat, vagy nem beszélgetünk velük, azok is értsék meg a gondolatmenetet, amit kivertél a fejemből. Tehát igen, hogyha fogunk egy ilyen embert, és ő mond valamit arról, amit nem is ismer, az összetevőkről, azok hatásáról, és kimondja, hogy ez káros a szervezetre,
sosem rakják mellé azt, hogy tized, huszad, század annyira káros, mint egyébként az a rákkeltő, bizonyítottan rákkeltő cigaretta. De ettől rosszabbat mondok, mert nincs kutatási eredmény mellé. Tehát káros az egészségre, oké, de hát ezt meg kéne indokolni, hogy miért. De azt hát valahogy sose indokolják is, és mindig ezzel jönnek, hogy ezt tiltani kell. És már megint ezt kérdezem, a cigarettát szabályozzák, és nálunk beviszik a trafikba, máshol se, mondjuk, túlozzunk így, azt bárhol megveszed az utca sarkon, úgy, hogy tudod, hogy addiktív, káros az egészségre, és meg fog téged ölni. Nem 5 hét, nem egy év után, megöl 10 év múlva, 20 év múlva, 40 év múlva. Erről meg nem tudunk semmit, azt mégse lehet. De tehát ez nem úgy működik, mint mondjuk 1960-ban felszálltál Amerikában a repülőgépre, és szívtad a cigarettát a repülőgépen, mert ott is lehetett. Itt nem. Itt körbepörögte magát másfél-két év alatt, hogy ez aztán ennél károsabb dolog a világon nincs, és itt most már sehol nem lehet, nem lehet közterületen, nem lehet vásárolni, nem lehet nyilvános helyen, már úgy gondolom, hogy étteremben, kávézóban, anyám kényában, azért, mert valaki azt mondta, hogy ez káros. Az van, a szabályozók meg az ellene szólók, azok soha nem tudják normálisan alátámasztani ezt az egész történetet, és ha megfigyelitek, akkor mindig azt a 3-4 érvet hozzák elő, ami már egész egyszerűen annyira lejáratott, hogy hihetetlen. Ez az ízesítés a gyerekek miatt van, a tinédzserek rá fognak szokni, nem tudjuk, hogy mi ez, és ezek a történetek is ezt ismételgetik, és még mindig ezek jönnek a csapból is. És még mindig ezt lehet hallani mindenhonnan. Viszont én látok egy olyan fényt az alagút végén, és megint nagyon zúgok valamiért, én látok egy olyan fényt az alagút végén, hogy mostanra ért be oda ez a történet, hogy nagyon darásfészekbe nyúlt a WHO, meg az összes ilyen ellenző emberke, mert most is, ami a WHO-nak ment levél azzal a rengeteg tudós aláírásával, hogy most már őket is fölpaprikázták, tehát most már nem csak mi vagyunk vaperek fölpaprikázva, hogy mégis mi az Istent képzelnek, hanem sikerült ezekkel a balfasz tudománytalan megnyilatkozásaikkal magukra haragítaniuk egy csomó köztiszteletnek örvendő tudományos nevet is, akik azért nyomnak némi súllyal alatban, és most már ezek az emberek is kinyitották a szájukat, és öntik vissza a szemetet az idiótákra, hogy ezt most hogy, ezt most mégis hogy. Tehát igazából egyre vállalhatatlanabb ez az egész. Reméljük egyébként, hogy a döntéshozók is kezdenek majd tisztábban látni ebbe a dologban. Egyrészt, másrészt ugye kéne egy, tehát szerintem egyébként az a probléma, mondjuk vetítsük a kis hazánkra ezt a kérdéskört, az a probléma, hogy még aránylag kicsi ez a piac ahhoz, hogy a multik tudjanak bármilyen lobbyerőt fölmutatni az e-cigaretta mellett. Az is lehet, hogy még Amerikában sem, illetve önmagában a piac, miután ez egy önszerveződő közösség, tehát akármerről nézed a vaper közösségeket, azok sokkal tudatosabb vásárlók, mint a birka hamburgerevők, és most elnézést kérek az összes birkától, amelyik hamburgerre tömi magát, tehát sokkal-sokkal tudatosabb vásárlók, tehát nekik azért nehéz lenne a torkukon lenyomni egy olyan szabályozást, ami mondjuk Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.